Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai vikendi sok érdekes témát tartogat. Mutatunk egy kis részletet az idén 40 éves Igrice Néptánc Együttes gálaműsorából. Bemutatjuk a Nyíregyházi Állatpark legújabb lakóit, és a Móricz Zsigmond Színházba is ellátogatunk. És hogy kellőképpen színes legyen az adás, először bepillantunk a három szín kiállításba, amely november 6-áig látható a Pál Gyura teremben. Nemrég már láthatták a kedves nézők, hogy Pregicev Csuzsina Fedák Sári díjat kapott Beregszászon, most pedig itt van a stúdióban, hogy hosszan meséljen ennek a jelentőségéről és az élményről magáról. Szia, jó estét kívánok! Én is jó estét kívánok neked és a nézőknek. Hát szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Én úgy gondolom, hogy évtizedek óta szinte mindenhol és minden megteszel azért, hogy a magyar kultúrát népszerűsítsd, illetve hogy a magyar emberek számára olyan művészi értékeket adj át, amivel még inkább érezhetik és büszkén érezhetik a magyarság tudatukat. Milyen érzés volt, amikor erről a díjról értesültél, és lehet-e mondjuk díjak és díjak között bármiféle rangsort, vagy értékben valamiféle sorrendet felállítani, és ha igen, akkor ez hol van ez a díj? Hát, kezdjük innen a legvégéről. Én nem szoktam sorrendet felállítani. Őze Lajosnak volt egy nagyon elhíresült bómúja, hogy a kitüntetés olyan, mint a bomba. Felülről dobják, azt vagy hülyét ér, vagy ártatlant. Nem tudom én melyik vagyok. Őze Lajos nagyon szerettem. Váratlanul ért. Igazából ezt 2022-ben Szűcs Nelly és Trill Zsolt megszólítottak, hogy engem szemeltek ki. A következő kitüntetettként harmadjára kaptam meg a Fedák Sári díjat.
Elsőként Bogdán Zsolt Kolozsvárról, utána Vas Magdolna Beregszászról, és harmadjára kaptam én, mint első anyaországi kitüntetett. És 2022 nyarán, ahogy beszélgettünk, aztán sajnálatos módon a háború és a körülmények elmosták annak a lehetőségét, hogy át is vehessem. És azt hittem, én őszintén megmondom, hogy azt hittem, hogy hát olyan fontos volt számomra, hogy nekik eszébe jutottam, aztán elengedtem a dolgot, és ehhez képest most augusztusban keresett meg Sín Edina, a társulat vezetője, hogy akkor tessék átjönni és átvenni. Megrendítő és felkavaróan fájdalmasan szép az, hogy és már nagyon sok helyütt elmondtam, hogy a legnehezebb körülmények között élők, a legfenyegetettebb helyen élő határon túli magyar közösség, magyar művész közösség gondol arra, hogy a kárpát-medencei magyarok közül, akik hozzák viszik a kultúrát, azt arra gondoljanak, azt tüntessék ki. Tehát összeszorult a szívem, és nem tudok elég hálával és szeretettel gondolni rájuk. Az előadó estemet, az Uram nem látta Magyarországot című estemet vittem el, kis háttér információ, sajnálatos módon nem ezzel a címmel játszhattam. És erre tekintettel voltam, hiszen az ő helyzetük nem olyan egyszerű, mint idehaza. Mire kellett változtatni a címet? Az, hogy így jöttem. Hiszen az estem igazából egy női gondolatsor, amit én gondolok hazáról, kötődésről, arról, hogy mi egy nőnek a dolga. És csodálatos volt, ahogy fogadtak. El is mondtam már, hogy milyen... Hát feszült voltam, mert a háború ellenes, háborúval kapcsolatos anyag is volt benne, hogy mennyire tehetem én ezt meg, hogy én fogalmazom ezt meg, aztán az ember a szakmából teszi a dolgát, ahogy tudja. De ahogy fogadtak, az semmivel sem hasonlítható volt. Amikor ott kint voltam, sem a határon, sem beljebb a városban nem láttam bukósi sakos gépfegyveres embert. És az merült fel bennem, hogy mennyire hiszünk a hisztériakeltésnek, hiszen itt vannak tőlünk 75-76 kilométerre. Nagyon rossz az út. A 80-as évekbeli romániai utazásaimat idézte, nosztalgikus volt. De hát ezt a 6-7 kilométert át lehet hídalni. Megyek szépen lassan az autómmal, és visszam, amit tudok. És minden buzdítom minden művész, és nem művész kollégámat, és ismerősömet, hogy át kell menni, mert leírhatatlan, hogy ők mennyire várják azt, hogy az anyaország gondoljon rájuk. Akkor talán mondhatjuk azt, hogyha nem is kaptál volna semmilyen díjat, csak ott lettél volna, és ebben a szeretetben, és ebben a vágyban fürödhettél volna, amit például akár egy ilyen előadóiesnek a fogadását övezte, akkor az is egy hatalmas ajándék lett volna a pályádon. Igen. Ugyanaz az érzésem volt, amikor a 80-as években jártam ki Erdélyt, ilyen falut, olyan templomot, olyan könyvtárat. Ugyanez az érzés volt, és hát nem örvendetes, hogy újból és újból ilyen érzések közé kell menni. De menni kell. Fruzsi, a magyar kultúra és a színház nagyköveteként akkor ez egy újabb állomás volt, ami pedig szintén a Szíved Csücske, a színház történeti vándorkiállítás a Görögkatolikus Múzeumban még mindig megtalálható, úgyhogy erre is buzdítjuk a nézőket, hogy menjenek, és hát természetesen a színházba is, ahol láthatnak majd a színpadon. Köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, a következő percekben is maradunk a színháznál. Nemrég mutatták be a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán Peller Károly rendezésében a Pinokkiót. Ez következik most. Na, ez a Tuskó épp kapóra jön. Jó lesz azt a lábnak. Agyon akarsz ütni? Hát nézzenek már oda. Vénységemben elmegy az eszem. Mintha ugyan egy padarab képes volna beszélni.
Képes vagyok. Nagyon is, hogy képes vagyok. Egészen biztos, hogy csak megbolondultam. Van ilyen. A magányos az ember pláne. Na, lássunk munkát. De nehéz vagy, mit tettél? Na hát ez most már fenntart a soknál. Egy fadarab nem kiabál úgy, mint egy kisgyerek. Hiszen ez is csak egy darab közönséges tűzifa. Vagy belebújt valaki? Nem. A szó az igen, az belefér. Na de hát egy kisgyerek? A bolondját járatja velem valaki. Így kezdődik Pinocchio története Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. Carlo Collodi regényének több száz filmes és színpadi átirata létezik. Peller Károly most úgy rendezte meg a nyíregyházi darabot, hogy az eredeti műhöz kanyarodott vissza, megőrizve annak humorát és pergő történetét. Miért nem tanulsz valami mesterséget? Megmondja! Mert csak egyetlen egy igazán innemre való mesterség van. A világon? Melyik? Enni, inni, aludni, mulatni és csavarodni reggeltől estig! Hát, hogy tudnád, akik erre a mesterségre adják, hogy működnek, na fölök, amikor álljuk, és börtön a szállat. Jaj, szegény Pinocchio, szívemből szállnak! A mesék általában ugye gyerekeknek készülnek tanító szándékkal, és szerintem ahogy az ember idősödik, egyre több mindent ért belőle, úgyhogy ha beül egy tanár, akkor neki egészen mást fog elmesélni ez a történet, mint egy gyereknek. Mi a legfontosabb üzenet a gyerekek számára ebből a meséből, és mi a legfontosabb a tanárok, felnőttek számára? Mert gondolom, akkor nem is ugyanaz az üzenet. Valószínűleg a gyerekek számára az, hogy azért hiába tudjuk, hogy mi a legjobb nekünk, mégiscsak hallgatni kell azokra, akik tapasztaltabbak, okosabbak, többet láttak már az életből. A tanároknak meg talán az, hogy a szeretettel szólni egymáshoz az a legfontosabb. De szép ABC-s könyv. Így, né? Hogy el ne veszíts. Nem fogom, papa, megígérem. De hol az a két papa? Eladtam. Miért? Nagyon melegen volt benne. Ma megtanulok olvasni. Holnap megtanulok írni, holnap után számolni. Amilyen elmés gyerek vagyok, egy-kettőre sok pénzt fogok keresni is, és mindjárt az első keresetemből. Gyönyörű, pusztó zökét csináltatok neked. De mit pusztót? Aranyból, meg ezüstből lesz, gyémánt gombokkal. Igen. Beszéljünk egy picit magáról a próba folyamatról, hogyan zajlott ez, mennyire volt könnyű együtt dolgozni a társulattal. Ugye tavaly rendeztem itt a Misi Mókus című műzikát, úgyhogy sok ismerős arc volt, de szerencsére sok számomra új színésszel találkoztam, amit így együtt dolgozásulok, mert természetesen láttam már őket nagyon sok mindenben. Én azt kell, hogy mondjam, és remélem, hogy a többiek is ezt mondanák, hogy egy nagyon jó próba folyamat volt, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokat nevettünk, sok ötletelés volt, úgyhogy tulajdonképpen nagyon fáj a szívem, hogy el kell mennem Nyíregyházáról. Az eredeti elképzelésekhez képest volt olyan, amin változtatni kellett itt a próba folyamatok miatt, akár azért, mert mégsem működött úgy a színészekkel, vagy mert ők esetleg jobbnak látták a változtatást? Nyilván volt egy csomó ötletelés, volt, amit én kigondoltam otthon, és a színészek hoztak egy jobbat, és akkor természetesen ezt az ember elfogadja. Meg ami fontos volt, hogy a szövegkönyvön változtattunk egy picit, ugyanis amikor már így egybe mentünk, akkor nem is én, hanem a csodálatos asszisztensem, Demeter Anna jött rá, hogy van három olyan jelenet, ami tulajdonképpen ugyanazt hordozza, mint az előtte lévő három jelenet, úgyhogy volt egy kis vágásunk benne, de a történet nem sérült ettől. Ha, idesüs, egy ezüst kanál. Nem az enyém. Persze, hogy nem. Az furasági. Megyek, és megmutatom az asszonyomnak. Azt már nem! De igen! De nem! De igen! De nem! De igen! Bravo, bravo, bravo! Micsoda önfeletti játék, micsoda rendezés! Erre kereje, az ott nem Pinocchio! Dehogyis nem, hát
testvérünk, Pinocchio! Ide hozzá, Pinocchio! Gyere, borulj a kebbekre! Én vagyok itt! Hogy meritek átrendezni az előadásomat? Te meg hogy mersz idejönni és zűrzavart csinálni a színházamban? Én? Igen, te! Igen, uraságban én igazán nem tehetek róla! Még hogy nem tehetsz róla! Tudod, hol a helye az ilyen permahajder bábuknak? A színpadon. Őszintén szólva, én mindig is szerettem volna sztár lenni. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano. Köszönjük szépen, elég lesz! Bella, majd értecsítjük! Az ilyen haszontalan bábuknak a kandallóban a hely! Jaj, csak azt ne! Az volt a kitaláció, hogy egy színház a színházban, egy vásári komédia színpadot próbáltunk a színpadra varázsolni, ami tulajdonképpen minden kétdimenziós benne, minden díszletelem kétdimenziós, még a kellékek is kétdimenziósak, hogy csak a színészek és a színészi játék éljen meg benne. És talán ettől az a különlegesség, hogy itt ugye a Pinokkiót általában úgy szokták játszani, hogy az adott színész, aki a Pinokkiót játsz, az beöltözik fabábnak, és akkor úgy mozog. Én azt találtam ki, hogy Tardani előtt van egy báb, egy majdnem test magasságú báb, és ő avval játssza el ezt a szerepet, és a végén, amikor kisfiú lesz, akkor jön be ő maga. Ez nehezítette, vagy könnyítette az ő munkáját? Egyáltalán a darabhoz mi az, amit hozzáadott? Szerintem az, hogy egy bábú van a színpadon, egy fabáb, és nem egy színész látunk, ez mindenképp hozzáad. Ráadásul ugye én a Danival már tavaly dolgoztam, egy rendkívül tehetséges művésznek tartom, eszméletlen energiái vannak, ötletei, érzelmei, úgyhogy iszonyú jó vele dolgozni, és hát bevallom őszintén, ebben volt egy kis saját kíváncsiság is, mert én még bábokkal nem dolgoztam, és nagyon-nagyon tetszik mindig, amikor bábot használok, és gondoltam, hogy most itt a lehetőség, ezt ki tudom próbálni. A darab is adott hozzá, a főszereplőm is olyan, akivel ezt ki tudom próbálni, és bevallom, hogy elég sokáig féltem, amíg nem érkezett meg a báb, és aztán igazából azt kell mondjam, hogy 2 vagy 3 napon belül a Dani és a báb úgy összenőttek, hogy egy személyiség lettek, és ez olyan csodálatos volt látni. Akkor rendezőként elégedett vagy, és úgy sikerült ezt a bábos jelenetet megalkotni, ahogy te ezt eredetileg elképzelted? Szerintem még jobban is. A Daninak köszönhetően ez teli találat lett. Megszakad érte a szívem. Nesz, itt van 5 arany, vidd haza. Hát, mi? Jó! Mondd meg, hogy én küldöm, és hogy tiszteltetek. Köszönöm uraságodnak. Nagyon köszönöm. A papámnak nevében is. Igazgatóúrral és művészeti igazgatóúrral már beszélgettünk erről, hogy remélem, hogy jövőre esetleg egy zenés darabot, esetleg egy operettet fogok rendezni, de hát ezt majd meglátjuk. Még egy gondolat a Pinokkióhoz, amikor te gyerek voltál, akkor neked ez mennyire volt kedvenc mese, vagy neked mi volt a kedvenc meséd? Na, a Pinokkiót is nagyon szerettem, még emlékszem, hogy volt Bakelit lemezen is meg volt, én nagyon sok mesét hallgattam lemezen, de színházban is nagyon szerettem a Pinokkiót. A kedvenc mesém egyébként, de lehet, hogy ez már felnőtt fejjel, 2 van a kis herceg, ami szintén a gyerekeknek mesél egy csomó mindent, de igazából felnőtteknek mond el nagyon sok mindent az életről, és a másik kedvenc mesém pedig Andersentől a Teáskanna. Akkor remélem, hogy ezek közül is láthatunk majd valamit tőled itt Nyíregyházán. Köszönöm szépen, remélem én is. Ahogy ígértem, következnek a Nyíregyházi Állatpark legújabb lakói, Félix és Takuka, a 2 termetes barna medve egyenesen Svédországból érkezett hozzánk.
így fürdött Félix és Takuka a Nyíregyházi Állatpark medveerdőjének medencéjében. A két hím medve eddig is közösen élt svéd otthonukban, a lakótársak láthatóan Nyíregyházán is jól érzik magukat. Mielőtt megjöttek a svédországi Orsa ragadozó parkból, már nagyon sok információt kaptunk az állatokról, amellett, hogy gigantikus méretű a kodiak medve, hiszen 600 kg-os, teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint eurázsiai alfajtársa. Félix, aki már ott van hátul, ő már bejárja az 1 hektáros medveerdőt, már mindent felkutat. Takuka, ő jóval komótosabb, és hát úgy jellemezték, hogy kicsit lassabb gondolkodású. Az eurázsiai alfajba tartozó Félix közel 400 kg-os, de szinte eltörpül a több mint 600 kilós társa, az alaszkai Kodiak szigetéről származó Takuka mellett. Ezt az alfajt tartják a világ legnagyobbra növő barna medvéjének. A Kodiak a legnagyobb testű barna medve alfaj, sőt a testméret a jeges medvével vetekszik. Alaszka délnyugati részén a Kodiak sziget csoporton őshonos. Régen a grizzlivel egy alfajba sorolták, de mivel önálló populációt alkot, más alfajjá változtatták, és gigantikus a mérete. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy elsősorban lazacokkal táplálkozik az élőhelyén. Egy ivarérett hím több mint 600 kg-os is lehet, a mi Takukánk sem kicsi, ő is több mint 600 kg-os testtömeggel rendelkezik. A mackók testvéreket talán minden gyermek ismeri, abban is Kodiak mackók szerepeltek, és hogyha eljönnek ide a vendégek a Nyíregyházi Állatparkba, nem csak a méretből adódóan lehet őket megkülönböztetni, hiszen van itt egy másik mackónk is, egy eurázsiai Félix nevezetű állat. A Kodiak medvének ilyen kis lecsüngő ajka van, úgyhogy Takukát innen is fel lehet majd könnyedén ismerni. Magányosan élő medve alfaj, de a táplálékban gazdag területeken többen is összegyűlhetnek. Alapvetően Svédországban is hatalmas területen éltek, és itt is 1 hektáros a medveerdő. Amellett, hogy hallgatnak a nevükre, Félix és Takuka, külön jelük is van. Most azért nem mutatom meg, mert az becsapás lenne, de hogyha az X-et látja Félix, az azt tudja, hogy itt a bemenetel, itt a vacsora ideje, és működik, tehát kipróbáltuk, és működik. Takuka is jön, kicsit lassabban, de ő is bejön a vacsorára, és őt könnyebb bezárni pontosan a pocakja miatt, mert elég könnyen lehet motiválni az étkekkel, ami elsősorban zöldség és gyümölcsféléből áll. Még egy kis kulissza titok Takukáról, bár óriási termetű, félelmetes karmokkal rendelkező állat, kicsit fél a bogaraktól. Október 30-án ingyenes meditációra várnak minden érdeklődőt Nyíregyházán. A meditáció a kulcs, amelynek segítségével megtalálhatjuk önmagunkban azt az erőt, amely minden öröm és boldogság forrása. Légy te is tök jó futó! A Mozaik Med Halloween-i közösségi futásra vár mindenkit Nyíregyházán a Bújtosi tónál október 30-án. Arra kérnek mindenkit, hogy aki tud, vigyen magával faragott tököt és mécsest, valamint a vállalkozó kedvűek akár jelmezt is ölthetnek magukra. A Gerinc Jóga program életkortól függetlenül segítséget nyújt az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz következtében kialakult hátfájás megelőzésére, vagy akár akut gerinc problémák hatékony kezelésére. Ilyen tanfolyamon vehet részt bárki október 31-én Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban.
Géberjénben halloweeni parti túrára várnak kicsiket és nagyokat október 31-én a Holcamosra. A 2 kilométer hosszú sétányt sárkányok és töklámpások teszik félelmetessé. A várkastélyban rémmozi és boszorkánykonyha várja a túrázókat. Harmadik alkalommal rendezik meg Nagykállóban a kolbásztöltő versenyt. November 4-én Harangodon 7-kor kezdődik a disznóvágás, a nap során pedig az ízletes ételek mellett hagyományőrző csoportok fellépése színesíti a programot. Az Artézis Trio és az Orpheum Madams közös ingyenes jazz estet tart Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban november 4-én. Az Artézis improvizatív muzsikájában ötvözi a jazzt a magyar és a keleti népzenék dallam és harmónia világával, de muzsikájuktól a kortárs zene elemei sem idegenek. A swing korszak ikonikus dalai pedig 3 énekesnő és egy 5-tagú zenekar, vagyis az Orpheum Madams tolmácsolásában kelnek új életre. A koncert ingyenes. Nyíregyházán folytatódik az Alexandra kiadó csoport szépséghibás és akciós könyvvásár sorozata, méghozzá november 19-én a búzatéri piac csarnoknál. Több mint 15 000 különféle könyv már 100 forinttól kapható lesz. Kedves nézőink, a weekend első része véget ért, már csak egy játékra maradt idő. Páros mozi jegyet nyerhetnek, ha tudják, honnan érkezett az előbb látott 2 barna medve a Nyíregyházi Állatparkba. A helyes válaszokat ezúttal is Facebook oldalunkon várjuk. A híradó után tehát folytatjuk, és mutatunk egy kis részletet az Igrice gálából, maradjanak velünk. Idén 40 éves az Igrice Néptánc Együttes, a Mesélt Tovább címet kapta a gála műsor, amelyen az elmúlt 40 év legsikeresebb és legújabb koreográfiáit mutatták be. A színpadon közel 200 jelenleg és régi táncos állt, a talpalával ott pedig a Szikes zenekar húzta, ebből következik most egy kis részlet. Thank you.
Az utolsó nyári napsugarak még sokakat késztetnek kirándulásra, erdőbe, vízpartra. Az alapvetően jó szándékú emberek sokszor nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etetése felesleges. Az életmódjuk ugyanis különösen a hideg évszakra vonatkozó túlélési szabályaik alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. Se télen, se nyáron ne etessük a vízi madarakat. Ez a madarak szempontjából legalább olyan káros, mint közegészségügyileg. Tehát a madarak azok egyoldalú táplálkozásúak így, tehát nem fogják megfogni azt az állati fehérjét, meg egyebeket, ami kellene a növekedésükhöz. Például a hattyúknál angyalszárny is alakulhat ki, röpképtelenek lesznek a fiókák, mert hiánybetegségei támadnak. A másik dolog az, hogy a madár megszokja azt, hogy állandóan etetik, és nem fog elvonulni akkor, amikor már befagynak a vizek, tehát télire is itt marad. Azon a kis területen összeszűkülve nagy madármennyiség marad meg, ahol etetik őket, így az ürülékükkel fertőzik a vizet, a bedobált ennivaló az elkezd rothadni. Nyáron akár még ilyen eliszaposodást és botulizmus is okozhat, tehát egy ilyen madárbetegség is felléphet. Télen meg egyszerűen, hogy utána a kisgyerekek is utána belepiszkálnak a vízbe, ez nem biztos, hogy egészséges ez mindenki. Olyan is volt már, hogy egy fagyosabb reggelre belefagytak ezek a vízi madarak a vízbe, mert nem mentek el időbe, kioltódott a vonulási ösztönük, és utána aztán úgy kellett, amelyik még élt, úgy kellett kivagdosni a jégből. Tehát ez semmiképpen nem jó. Persze cuki meg aranyos, amikor odaúszik a madár, meg már kéregeti, mert a madarok is tudják, hogy ez ingyen kaja, az mindig jól jön, de ez nem a nekik való táplálék. Még csak kukorica darában, meg ilyen, van néhány hely, amikor kiraknak ilyen tápokat, ilyen automatától lehet venni. Hát egészségesebb a madárnak, de ugyanúgy berohad a víz, ugyanúgy nem vonul el a madár. A madártén egyesületnél is azt mondják, hogy ez még károsabb, ha kirakják ezeket az automatákat, mert azzal buzítják az embereket, hogy vásárolják és etessék a madarat. Tehát vízi madarat nem etetünk. Vannak olyan vegyes táplálkozások, hogy lebuknak a víz alá, és vízi hínárokat, vízi növényeket eszegetnek, illetve még az itt levő vízi rovarokból is bőségesen. Hát attól függ, hogy melyik madárról van szó. Van, amelyik apróbb halakat is megfogt, tavasszal ebi halakat. Tehát nagyon sok minden rendelkezésükre áll, és a kevesebb a táplálék, legfeljebb nem fognak annyira felszaporodni. Tehát nem esünk kétségbe, hogy a kicsit kevesebb lesz a hattyú, vagy a tőkés része, vagy a szárcsa. Ezekből van bőven. Ugye a tőkés része még ráadásul apró vad, tehát még vadászható faj is nem védett. Persze ne csúzlival lövöldözzük őket, meg nem azt mondom, hogy el kell riasztani, de tényleg nem védett madarak. Ők ezt nagyon szépen látják, hogy mennyi a táplálék, és ehhez képes fognak majd szaporodni. És amikor pedig ideje van, akkor pedig vonuljanak el, mert ez a dolguk. Az etetésnél mondom azt, hogy az kedvtelésből, amikor már komolyabb fagyok vannak, nyugodtan etethetünk, viszont itatni télen is, meg nyáron is. Ez nagyon szerencsés, és aki nagy madárvédőnek tartja magát, az ezt tegye meg. Tehát egy fillérünkben nem kerül egy cserép alá tétet, ahol nem túl mély a víz, nehogy a madár belefulladjon, azt rakunk ki az udvarra. Nyáron természetesen tudjuk, hogy a nagy meleg, meg a szárazság, meg csapadék hiány miatt szomjasak a madarak, de ilyenkor azért még este egy locsolásnál, vagy egy szökőkútnál találnak vizet. Viszont télen, ha van egy száraz, hideg idő, amikor hó sem esett, meg ami van folyékony halmazállapotú víz, az megfagyott, akkor még szomjasabbak a madarak. És ilyenkor nagyon szerencsés az, hogy naponta egy kis odafigyelést igényel csak, naponta egyszer-kétszer langyos vízzel cseréljük a jeges vizet, vagy a befagyott kis itatónkat, és ilyenkor még egy pár órán keresztül nem fagy vissza, ilyenkor szívesen még pancsolásra is használják a madarak. Ők ezt teljesen természetesen meg fogják találni. Azért a szerencsés, hogyha mondjuk macska van a környéken, akkor olyan helyre rakjuk ki, hogy a madarat ne riassza el. Ez vagy úgy legyen, hogy akkor ne legyen túl sok búvóhelye, bozótos helye a macskának, ahonnan tud támadni. Esetleg szerencsés, hogy egy nagyobb tuskóra, hogy valamire felrakjuk ezt az itatót, és mire a macska felugrana, hogy megközelíteni, addigra a madár észreveszi és el fog onnan repülni. Hát karva ellen szokták mondani, hogy érdemesebb kicsit sűrűbb bokrok mellé rakni az itatót, de a karvajnak is ennél kell valamit, én úgy vagyok vele, hogy a macskát azt ne etessük fel, a szomszéd macskáját madarakkal, de a karvajnak meg az a dolga, hogy a gyengébb madarakat, vagy a figyelmetlenebb madarakat megfogja. Tehát én úgy vagyok vele, hogy inkább egy nyitottabb részre rakjuk, ahol a madár biztonságban látja, hogy a környéken mi van, és ha kell, akkor időben el tud mondjuk a macskától menekülni. Aztán vannak ilyen módszerek, hogy kicsit magasabbra rakjuk az itatót, és köré ilyen tüskésebb ágakat körbevesszük vele, hogy ne tudjon rá fölmászni a macska. Tehát mindenki kedve szerint próbálja meg.
A lényeg az, hogy a rigók azok nagyon szeretnek fürdeni is benne, a cinkék, a tengelicek, a zöldikék szintén használják, és tényleg például a tengelic olyan, amit soha nem jön le az etetőmre, pedig itt van a fekete magos etető, és majd nagyjából egy hónap múlva, másfél hónap múlva el is kezdek majd itt az erdészeten etetni. De a tengelicek például tele van itt platánfával az erdészetnek a területe. A tetején szoktak 20-as, 30-as csapatokban járkálni, és annak a magját, meg a nyírfának a magját nagyon szeretik. Tehát a természetes módon találnak bőven bogyókat, magukat a magevő madarak, amik itt maradnak, és igazából a magunk kedvelésére etethetjük őket, vagy itt, ahol gyűrűzzük őket, megfigyeljük őket, itt az én is szoktam kirakni természetesen ereséget, de mint még egyszer mondom, sokkal fontosabb az itatás, mint az etetés. Az erdészeten például egy egyszerű ilyen cserépalátétet használunk, ez kb. 3-4 centinyi vizet jelent. Hogyha van kicsit mélyebb, van egy másik itatónk is ott, abba beleraktam néhány faágat, hogy otthonosabban érezzék magukat a madarak. Ami nagyon fontos, hogyha van esővizes tartályunk vagy hordónk, és abban ugye mély a víz, mindenképpen rakjunk a tetejére egy úszó deszkalapot, hogyha a madár esetleg belepottyanna a ivás közben, ki tudjon elviszkélni, ezzel a lapra ki tud mászni, és onnan el fog tudni repülni. Ahogy az első komoly fagyok beindulnak, és már éjszaka kemény hidegek vannak, akkor már érdemes elkezdeni az etetést, és akkor innentől kezdve folyamatosan. Ez lehet, hogy majd csak december végén, januárban kerül sor erre, lehet, hogy már 2-3 hét múlva jönnek komolyabb fagyok. Mi most kint voltunk itt az erdészettel is, és Emészió Egyesülettel a Szelkótó partján, ott már azt tapasztaltam, hogy az első téli vendégek megérkeztek. Tehát fenyőrigót már fogtunk, két csíszt már fogtunk, de az ilyenkor már szokásos süvöltők, fenyőpintyek, amik egyébként rendszeresen már október végén, novemberben megjönnek, azok még sehol nem voltak. Úgyhogy nem tudom, hogy a madarak bölcsebbek és tudják, hogy később lesz még komoly hideg, vagy majd ők egy-két nap alatt is, hogyha elindulnak az éjszakabbi költőhelyeikről, akkor úgyis ide érnek, mire igazán tél lesz. Nem tudom, egyelőre hát, mint érezhető is tavasz van, tehát most még semmiképpen nem érdemes etetni. Nem csak süsű sárkánynak a kedvenc ennivalója a vadkörte vagy vackor, hanem az erdészek nem véletlenül ültetik a vadgyümölcsfákat, meg a különböző bogyós bokrokat el egy faként az erdőbe, hanem azért, hogy az erdei állatok is táplálékhoz jussanak. Úgyhogy ezt az emlősök is szeretik, tehát a pelék, a sünők, a mókusok is megeszik, de azért a varjúfélék, a szajkók és a nagyobb madarak is kicsipegetik. Hát azért ez előbb-utóbb el fog fogyni a fákról, tehát ez a tél elején ez még jó táplálék, de mondjuk azért január-februárban már elfogynak ezek a vadgyümölcsök. Milyen táplálékkal készüljünk, hogyha majd beüt a szezon, akkor mi az, amit adhatunk nekik és adjunk is, mert arra szükségük van, és mi az, ami tiltólistás? Hát szerintem azért már vízcsapból is ez folyik, és az ovisok is szokták tudni az, hogy kenyeret nem, sós dolgokat nem. Tehát ez a kettő, amit semmiképpen, mindenféle ilyen hájat, vagy sótlan szalonnát azt ki lehet rakni, tehát zsiradékot, ami az energiát adja, ugyanerre való a fekete napraforgó mag, ami szintén olajos mag, tehát energiát ad, és a vitaminok meg a rostanyag szempontjából nagyon jó, hogyha mindenféle vagy bogyókat összegyűjtünk még ősszel, tehát galagonyáktól a csipkebogyóig bármit kirakhatunk. Illetve, hát hogyha az almát vagy a körtinket, egy párat ott hagyunk a fán, vagy pöttyösebb az alma is, megvettük, de nem akarjuk megenni, ezeket is félbevágva, negyedelve a rigók nagyon szívesen fogyasztják. Tehát gyümölcsféléket, zsírzóanyagokat és apró magvakat is lehet adni. A zöldikék, a tengeliszek, hogyha éppen már nincs elég kaja, esetleg februárra már ráfanyalodnak, akkor megeszik szívesen azt a kanári kaját is, a mindenféle köles, muhar, meg mindenféle apró mag van benne, vagy amit cinkegolyóként szoktak árulni, tehát azt is meg lehet venni. De cinkegolyót mi magunk is gyártatunk sokkal olcsóbban, mert egyszerűen a zsiradékba belerakunk ilyen apró magokat, és akkor az ugyanolyan jó a madárnak. Cinkegolyót azért nem szeretem annyira, mert azt mindig egy műanyag hálóban árulják, és hogyha a madár kicsipegette belőle az ennivalót, és nem szedjük be időbe, akkor utána az elfújja a szél, belakad a madaraknak, a lába elviszik fészekanyagnak, ez tavasszal gondot okozhat a fiókáknak, tehát hogy minél kevesebb műanyag legyen, vagy magunk készítsük el ezeket a madárkalácsokat, cinkegolyókat, vagy pedig egyszerűen csak szórjuk ki a magot, és jó lesz az a madaraknak. Tehát mondom, ez az alapszabály, hogy semmi
pékárút, vagy ami élesztővel készült és megposhathat, vagy megpenészhethet korábban, azt nem. És amit kevesen tudnak, hogy viszont főtt zöldségek, megmaradt párol dolgok nyugodtan mehetnek az etető alá, azt a rigók szívesen elcsipegetik. Tehát a főtt répa, a főtt húsmaradvány esetleg, krumpli maradék, egy kis rizs, erre még a vörösbegyek is, az áttelelő vörösbegyek is néha rájárnak. Nagyon sokat beszélünk a klímaváltozásról. Az elmúlt időszakban tapasztalható-e valamilyen változás, hogy esetleg új madárfajok jönnek be a városba azért, hogy táplálék után nézzenek, mert ennyire megváltozott a klíma? De ez már egy hosszabb folyamat, tehát a rigókat mindenki tapasztalta, hogy már több évtizedben vannak. A rigók eredetileg erdőben költő madarak voltak, és vonuló madarak voltak, tehát ők a földközi tenger partvidékén Olaszország, Spanyolország fele mentek el telelni, rövid távú vonulók voltak, és mióta már itt vannak az ember közelében, mindenki tudja, hogy télen is látunk a parkokban kotorászó, száraz levél között ellenséget kereső rigókat, meg saját kertünkben is, tehát ketté vált a rigótársadalom, és az erdejek a mai napig is vonulnak, amik meg az ember közelében élnek, azok itt maradtak. Az egy folyamat, az nem sziszisztus felmelegedés következmény, hogy egyre több madárfaj van, amelyik megszokja az ember közelségét, tehát a szarka, a szajkó egyre inkább nyomul be hozzánk. Ez nem hiszem, hogy a klímaváltozás következménye, egyszerűen okos varjúféle madarak, és rájöttek arra, hogy van bőven az ember közelébe ennivaló, illetve kevésbé védett helyen költenek azok a madárfajok, aminek a fészkét ki lehet fosztogatni. Mert bizony ezek sajnos a tojásokat, kisfiókákat kiszedik a fészekből, ezért is, ha nagyon elszaporodnak, akkor bizony ritkítani kell a számukat, tehát ők dúvadnak, számítanak, ők sem védett madarak. Aztán az örvös galamb az megint csak, ami már lassan a balkáni gerlénket is kiszorítja. Ugye a balkáni gerle volt az, amelyik a keleti, délkeleti részről felfele elszaporodott már az utóbbi 80 évben, és ő az, amelyik ilyen szürke madár, fekete kis nyakörvel, és mostanában egy jó pár éve a nagy termetű, fehér örvű örvös galambok azok, amelyek már mindenhol lépten nyomon benn vannak a városban. A balkáni gerle a vadgerlénket szorította ki, már alig van vadgerlénk sajnos, pedig az az őshonos madárfajunk. Az örvös galamb meg úgy tűnik, hogy kezd a balkáni gerle helyére lépni, és most már vetélkednek a városban a fészkelő helyekért. Merebet egyre kevesebbet látok, tehát azt nem mondhatom, hogy igazából túl sok lenne belőle, hát azért van, de nem annyi, mint régen volt. Nem tudom, azt tudom, hogy a madarászok, akik terepi madarászok, egyre több olyan madárfajt figyelnek meg, még csak egy-egy példányát, tudom én, lile, bíbisz, meg olyan déli fajok, amik soha Magyarországon eddig nem voltak. Tehát átvonulóban, vagy éppen egy kóborló példányokként egyre inkább déli madarak is előfordulnak, ez már biztos, hogy a klímaváltozás következménye. Október 30-án ingyenes meditációra várnak minden érdeklődőt Nyíregyházán. A meditáció a kulcs, amelynek segítségével megtalálhatjuk önmagunkban azt az erőt, amely minden öröm és boldogság forrása. Légy te is tök jó futó! A Mozaik Med Halloween-i közösségi futásra vár mindenkit Nyíregyházán a Bújtosi tónál október 30-án. Arra kérnek mindenkit, hogy aki tud, vigyen magával faragott tököt és mécsest, valamint a vállalkozó kedvűek akár jelmezt is ölthetnek magukra. A Gerinc Jóga program életkortól függetlenül segítséget nyújt az ülőmunka, a rossz testtartás és a stressz következtében kialakult hátfájás megelőzésére, vagy akár akut gerinc problémák hatékony kezelésére. Ilyen tanfolyamon vehet részt bárki október 31-én Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban. Géberjénben Halloween-i parti túrára várnak kicsiket és nagyokat október 31-én a Holcamosra. A 2 kilométer hosszú sétányt sárkányok és töklámpások teszik félelmetessé. A várkastélyban rémmozi és boszorkánykonyha várja a túrázókat. Harmadik alkalommal rendezik meg Nagykállóban a kolbásztöltő versenyt. November 4-én Harangodon 7-kor kezdődik a disznóvágás, a nap során pedig az ízletes ételek mellett hagyományőrző csoportok fellépése színesíti a programot. Az Artézis Trio és az Orpheum Madams közös ingyenes jazz estet tart Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban november 4-én. Az Artézis improvizatív muzsikájában ötvözi a jazzt a magyar és a keleti népzenék dallam és harmónia világával, de muzsikájuktól a kortárs zene elemei sem idegenek. A swing korszak ikonikus dalai pedig 3 énekesnő és egy 5-tagú zenekar, vagyis az Orpheum Madams tolmácsolásában kelnek új életre. A koncert ingyenes.
Nyíregyházán folytatódik az Alexandra Kiadó csoport szépséghibás és akciós könyvvásár sorozata, méghozzá november 19-én a Búzatéri piaszcsarnoknál. Több mint 15 ezer különféle könyv már 100 forinttól kapható lesz. Kedves nézőink, ennyi volt már a Weekend. Ne felejtsék el játékunkat, amivel páros mozi jegyet nyerhetnek. Ha lemaradtak a kérdésről vagy a válaszról, adásunkat visszanézhetik a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Nagyon kellemes hétvégét és kellemes pihenést kívánunk valamennyiüknek. Viszontlátásra!